Hát megvan rá az esély, mert elég amúros a viselkedése. Igen? Igen. Az jó. Bocs, Deszna. Ez megint ponty. Ponty? Ja. Na, hát. Amúros a viselkedése. Túl dinamikus volt. Folyóvízi horgászataink sokán sok mindenről beszélgettünk. Igen, sokán. Folyóvízi horgászataink sokán... Sokán, most belém beszéltek. Jó. Hopika. Lelegett a matéria. Now look at Gabor's on with his favorite reel. Gabor's favorite reel. Ne röhög már, Krisztus. Jó, akkor leállítottam. Figyelj, Gabi, akkor most már komolyan, jó? Jó. Forog. Zoli megbeszélte Dinnel, hogy kipróbáljuk ezt a tradicionális, hát mi ez? Legyező orsót. De mi csak ezt úgy nevezünk, hogy tároló orsó. Ennek a sajátossága, hogy rohadt nehéz tekerni. És nagyon lassan halad. Tudod, mit kívánok? Neked ötször nagyobb akadjon a horgodra ezzel a felszereléssel. Vagy nem. Ami szerintem már átment az enyémen is. Szerintem már mindenen átment. Na, most húzom visszafele. Igen? Jött fel az amúr. Állj. Nem jó gyerekek, valami nem jó. Egy. Nem jó. Ez nem lesz könnyű szülés. Rajta, mert te vagy a élő statiszta. Keresem a medvéket, jó? Oké, nem próbáljuk. Előre bekevert, megnedvesített, kész metód etetőnköt kínálunk, vagy valami ilyesmi. Tehát az első mondat jó volt, nem? Menet közben éreztem. Menet közben már az nem. Csak mondom még. Elveszett a fonal. Ez ne, hát az első mondat jó volt, nem? Az volt a cél. Az jó volt az első? Az anyagot a hizékezem. Nem akarom. Különböző. Nyugodtan gyűjtsen az anyagokat, kérek szépen a Baki parádéhoz. Dolgosnak, nézd meg, hogy dolgoznak. Oda néz, hogy dolgoznak. Nézd, hogy menekülnek. No! A sorja közt, Ernő. Az én feladatom volt azoknak a négy évszak... Jó, figyelj! Már nem picit. Négy évszakos? Ilyenkor szűkül be az agy. Már minden teljesen... Na. Sima. És ez a vagy... Hát tényleg örülök, én kínomba rögök már, nem tudom elmondani. Nézzetek, ides kacok! Akkor horgászatok, amikor jól esik. Majdnem meglett. 2-0 az amúrjavára. Ez bírja! Vagy nem? 1-0 az amúrnak. De a meccs folytatódik. Folyóvíz is... Görbítős kapást csinált. Vitte rendesen. Ez éppen nem nyúlszod, akkor biztos, hogy nyelető is szólalt volna. Főleg, hogy nincs az orson. Ja, hát... Érzéketlenül várjuk a kezem.
tudom, de az nem jó. Az leáll a keringés. Ja, de az nem jó. De utána egy kik, egy új. Elkezd üszkösödni. Ezért van 10 egyéb. Utána lehet azért 8 újas botot kifejleszteni. Letelt az egy perc. Leöntöm róla a vizet. 40 percig tudom, hogy elmondtam mondatot. Letelt a főzési idő. Szépen leöntöm róla a vizet. Óvatosan a bojlit ne öntsük ki belőle. Szépen a vizet levettük. Gratulálok hozzá, Tesco-s. Gratulálok hozzá, Tesco-s. Ne sajnáld a vizet, Tomi. Majd visszakapom tőle mindjárt. Gyere, Tomi, megfogom a szemét. Hallod mind a két szembe, de úgy, hogy... Mondom, nekem is azt csináltam. Oké. Uff. Most tett vég a kezemnek. Szerintem ez le fog esni. Én most nem akarok faltakasztani, mert nem is bírnám kitekerni. De azért ilyen bőröségek, nézd meg. Hát ehhez mi nem vagyunk hozzászokva. Ez nem rövid gatyába áll a 6 fokos vízbe. Az előbb mondok, hogy most a lábát neki te mondom, normális. Azt mondja még, majd gyerünk úszni. Thank you. Hogy miért van ilyen érdeklődés a termékeink iránt? Szerintem ennek a fő oka az, hogy egyszerűen a morgász módszerek kezdnek. Még morgász módszerek. Morgós módszerek. Morgász, morgász. Etetünk láb alá, és hát ha kijön ide az amúr. Ezt nem hiszem el. Összekattam már az előtt. Elképesztő, milyen könnyedén dobható ez a kisméretű szpomba ezzel a lonkászbottal. És milyen pontosan? Igen. Az mondjuk kézbe van. Az én feladatom volt... Bocsánat. De itt valami rásadt a tetőre egy új kapat. Az én feladatom volt azoknak a déli évszakos etetőnek a kifejlesztése. Jó, lezártad belőle. Jó, akkor az én feladatom volt azoknak a 4 évszakos Ready Mix etetőnek a kifejlesztése. Ready Mix. Ready Method. Sipi, hol megyünk? Ott megyünk majd el. Hol? Hát itt mivel jobb, mint ott a... Lépj át a nagy lólábaiddal. Jó. Bírod Tomi egyedül? Hát jó súlya van, de megpróbálkozok vele, itt átlépjük a botokat. Az első darabosabb halra nem is kellett sokat várni. Tomival épp kinn a teraszon beszélgettünk, és egyszer csak megszólalt a jelzője. Ez besötétedett. Ez besötétedett. Láttam, Peti már várja, hogy a bajt is mondhassa. Na még egyszer. Az egész összeesik egy pontba. Hopp, ez volt a veszélyes mozdulat, igen. A főtesz a szélegenet majd. Mindenféleképpen. Amit válasz meg, én egy javaslál meg. Aha. Mindenféleképpen. És... Stíl! Menüet kisköpcent is tűnt a szára. Tessék! Az első... Véreket szerintem. Lali, menj oda, csap le. Várjad, van még abban a fából. Megy a konzervdobozt írja már, mert olyan hangja van. Na gyere te. Öreg zsivány. Menjél vissza. Ez igen. Hát maradt még benne tartalék. Reggel a megérkezésünk után nem egyből a botok bedobásával indítottunk. Reggel a megérkezésünk után nem egyből a botok bedobált... Maxit kell cserélni. Ez nagyobb lesz, mint az enyém. Figyelj kicsit. Nem kell, nem kell, Gabi. Figyelj, pálinkát. Te figyelj, jössz figyeletre a két perc. Ja, figyelj, pálinkát.
Na, vége. Erre megyek nyújtani a derekamat. Pisti. Ennyi harcos. Na, ezt már szeretem. Íme egy újabb szép ponty. Hol a merő? Nincs a merő a helyén. Elmegy a potyó-e? Megjött meg a garázsba. Itt elvitott nálam a nagy. Most koppant, ott úszik a vízbe. Hát te pingpongban is bajnok vagy? Hát ebbe is a legjobb vagyok. Hogy hívják? Ebbe is.